Az ebejelentő.gov.hu oldalon elérhető ingyenes szolgáltatásnak köszönhetően ezúttal nem szükséges minden közmű és telekommunikációs céget külön-külön felkeresni az adatváltozások bejelentése miatt. Így rengeteg utána járás és sorbaállás takarítható meg. A kormány több mint tíz éve megkezdett bürokrácia csökkentési programjának újabb mérföldköve az évelején elindult ingyenes ebejelentő szolgáltatás, amely már nem csak a közigazgatás, a során során csökkenti a magyar emberek adminisztrációs terheit, hanem a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. A korábban minden alkalommal külön-külön többnyire személyesen kellett a szolgáltatóknál intézni az olyan bejelentéseket, mint például a házasságkötésből, tudományos fokozat megszerzéséből adódó névváltoztatást, a lakcím vagy kapcsolattartási adatok megváltoztatását, okmáncserékből adódó változásokat, illetve a tulajdonosváltásból, öröklésből vagy bérbeadásból fakadó közműátírást. Ez jelentős fáradtsággal, összesen akár 5-10 óra utazással és várakozással jár családonként, akár négy-nyolc szolgáltatónál. Mára azonban az ingyenes ebejelentő szolgáltatásnak hála az ügyfelek az otthon kényelméből az ekötőjel bejelentő.gov.hu internetes oldalon keresztül, vagy bármelyik kormányablakban egyszerűen bejelenthetik adatváltozásaikat ügyfélkapus regisztrációjukkal. Az éveleje óta szerzett kedvező tapasztalatok figyelembevételével megalkotott új jogszabály révén az ebejelentő kibővül minden olyan magyarországi áram, gáz, víz és távhőszolgáltatóval, amelyek eddig nem csatlakoztak. Ezáltal az ország minden egyes településén teljes körűen elérhetővé válik a szolgáltatás. Az ebbe jelentővel nem csak az állampolgárok adminisztrációs terhei csökkennek, hanem a közműcégek, 2023 nyarától pedig a telekommunikációs vállalatok számára is megtakarítást eredményez. Az adatváltozás kezelő rendszerbe eddig több mint 58 ezre regisztráltak, olvasható a Karcag Televízió az eljutatott miniszterelnökségi közleményben.